Sziasztok! Döngő léptekkel megérkeztem a hálószobában a 70 kilommal, a megrepett hasammal, 7 héttel a szülésem után, 7 héttel a terhességem után. Itt van, tessék! 70 kilósan megérkeztem a hálószobába, és a férjem még mindig imád, a férjemnek én vagyok a mindene. Hölgyeim, az összes csíkommal, az összes hibámmal, márha ezt hibának lehet nevezni, ennél szebb csíkokat elképzelni nem tudnék, hogy honnan szerezhetnék, mint sem onnan, hogy világra hoztam egy gyönyörű kislányt, amit a szerelmemmel közösen, a szerelmünk gyümölcséből lett, amikor még 58 kilós voltam. Most 70 kilós vagyok. És minden pillanatát szeretem annak, hogy így nézek ki. Mert tudom, hogy ez a test, ez jelen helyzetben táplál egy életet, segít engem abban, hogy életbe maradjak, hogy kibírjam ezt a mérhetetlenül hatalmas frontális karambolt, amit a terhesség után, a szüléssel, ha császáros voltál, ha simán szültél, átélünk mi nők. Én tudom, hogy minden ok velem, én nagyon is jóban vagyok, szeretem magam, így, ahogy vagyok, a csíkjaimmal, a hasammal, és minden egyes testi hibámmal, és azzal a plusz 12 kilóval, ami még mindig rajtam van a terhesség után. Én még mindig nagyon jól érzem magam. És azt gondolom, hogy ez a test, erre a testre büszkének kell lenni, és erre a testre az én férjem, Krausz Gábor úgy néz, hogy ez a nő, az én ősi teremtő istennőm, kihordott egy életet, aki a szerelmünk gyümölcse, és képes volt ezt végigcsinálni, és még jobban imád, és még jobban tetszem neki. Ezekkel együtt, ezekkel a terhességi csíkokkal, és ezzel az egész nyomnak, ami megmaradt, ezekkel együtt szeret. És bevállalom, itt van, tessék. Így, ahogy vagyok, szeretve vagyok. Érzelmileg néz rám, és fog meg, és nem egy testet lát, hanem egy nőt lát, aki erre képes volt. És engem nem érdekel az, hogy ez kimondta az ellenkezőjét, nem őt akarom ócsárolni. Ez az ő problémája. Ez Norbikám, ez a te problémád. Nagyon sajnálom, hogy ilyen komplexusokkal küzdesz még ennyi év után is, hogy már rendben vagy egészségügyileg, átélted a poklokat, tudhatnád, hogy a szerető érzelmi alapon működő dolgoknál nincs fontosabb egy olyan szívműtét után, amin te is átmentél, és a halál torkából visszajöve. Ha valaki még mindig így tud gondolkodni, akkor én ezt az embert őszintén sajnálom. Én nem hozzá szeretnék szólni, én hozzátok szeretnék szólni, anyák, nők, hölgyeim, hogy csodálatosak vagytok, minden nap adjatok hálát azért, hogy ilyen erősek vagytok, hogy ezt végig tudjuk csinálni, hogy erre képesek vagyunk. Szia, édesem! Kapok egy kis szoknit a szerelmem. Köszönöm. Mert egy igazi férfi az azt látja bennetek, hogy milyen erősek vagytok, és harcosok vagytok, és egy pillanatig ne érezzétek magatokat rosszul. Ha ennek a valaki az ellenkezőit állítja, csodálatosak vagytok, és nagyon büszkék rátok a férjetek. Ha valaki az ellenkezőjét meri állítani, ő neki nagyon súlyos komplexusai lehetnek, ami az ő problémája, és ez nem a te problémád. Te csodálatos vagy. Ezt szerettem volna mondani. És bárki, aki ennek az ellenkezőjét meri állítani, én fogok a trappoló, döngölő 70 kilommal oda menni, és az arcában mondani, és mutatni, és kiállni. Szóval csodásak vagytok. Egy percig se érezzétek magatokat rosszul. Azért, mert vannak emberek,
akiknek még mindig olyan komplexusai vannak, hogy nem tudnak fölnőni ahhoz az érzelmi feladathoz, amikor azt látják a kedvesükbe, a szerelmükbe, hogy ezt a nőm megcsinálta, végigvitte, szeret, a testét adta azért, hogy egy gyönyörű életet világra hozzon. És erre mi nők képesek vagyunk. És erre egy férfi, egy olyan férfi, akinek 3 gyereke is van. Mindegy, hálát kéne adni, és mi hálát adunk, és ezzel kell foglalkozni, ez a lényeg. Egészség legyen, szerelem legyen, és nem kell, ne sürgess magad, egy percig se, én se sürgetem magam. Figyelj, nekem ki kell állnom nap mint nap a színpadra, emberek elé, és akkor most itt kezdjek el pánikolni, mert nem vagyok 58 kilós, és el fog hagyni a férjem, aki úgy imád, hogy úgy néz rám, mintha istennő lennék, mert kihordtam egy gyermeket, és életet adtam, és ezt az egészet végigcsináltam. Te rád is úgy néz a férjed, ebbe biztos vagyok. Aki pedig máshogy lát, az egyrészt meg sem érdemelte, nem is érdemli meg. Csak közben olvasom a kommenteket, sziasztok! A lényeg a család, a szeretet. Ezzel kell foglalkozni. Ha 20 kilóval több van rajtad, majd leadod. Biztos vagyok benne, hogy te is érzed, hogy majd ennek. Ott lesz az ideje saját egészséged miatt. Ne azért, mert a férjed szerinted nem fog hozzád nyúlni. Ne gondold azt, hogy a férjed ezt gondolja. Nem gondolja ezt. Ezt egyetlen egy ember gondolja így. A Solbert Norbi. Ő így gondolja. De az nem a te férjed. Ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy ő mit mond. Neki, ő egyébként az egészben az abszurd, hogy egy olyan ember, akit milliók követnek, hogy felelősséggel tartozik az emberek iránt, és ilyet, tehát számomra ez, tehát ha ezt azért csinálta, hogy hírverése legyen, és foglalkozzanak vele, nem tudom, ez nem biztos, hogy ez jó reklám volt, se a mindenféle update cuccaidnak, se semmidnek, ez nem volt jó reklám. Nem sírok, csak meghatottam, mert bejött a párom, és hozott nekem csokit. És mondta. És ebben minden benne volt, és szeretlek titeket. Az a lényeg, hogy rohadtul büszke vagyok minden nőre. És minden férfira, aki ezt végigcsinálja a felesége mellett, vagy a párja mellett. Mert azt gondolom, hogy ez egy iszonyat komoly frontális karambol, ez az egész. Mind testileg, mind emberileg, mentálisan rohadt fáradtak vagyunk. Táplálunk egy életet a testünkből. Mi kell még ennél csodálatosabb dolog, hogy egy nő azt érezze, hogy a minden vagyok. A mindenek vagytok, a mindenek vagyunk. Azzal, hogy életbe tartunk hónapokig egy életet a testünkből. És ezt valaki 2-3 csík miatt, meg 15 kiló plusz miatt meri kritizálni, és egy ilyen hülyeséget súlykolni az emberekbe. Egy pillanatig ne vegyétek magatokra. Csodálatosak vagytok. És egy igazi férfi azt gondolja, hogy a legcsodálatosabb az a nő, aki ezt végig tudja csinálni. És ott van az élet a kezetekbe. És ezek az igazi értékek. Ezt szerettem volna elmondani és kiállni. Azért, hogy igenis, vannak testi hiányaink. Nekem is van. Még egyszer nagyon szívesen megmutatom. Tessék, drága Norbikám, megrepett hassal, majdnem 26 kiló plusszal indultam. Most már lefogytam ebből egy pár kilót. És mégis szeret a férjem. És kíván a férjem. És gyönyörűnek, még csodálatosabbnak tart, mint előtte. És titeket is, ebbe biztos vagyok, hölgyeim. Szeretlek titeket. Vigyázzatok egymással, szeressétek egymást, csókoljátok meg a férjeteket. Férfiak, férjek, csókoljátok meg az asszonyokat, mert lehet, hogy most szükség lesz rá. Nagyon érzékeny időszak ez. Minden nő életébe. Úgyhogy puszi nektek. Ne foglalkozzatok semmivel. A szeretet az a legfontosabb, jó? Igen. Sziasztok. Köszönöm a sok kommentet. Puszi.